Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete sikeres pályázatot nyújtott be a Visegrádi Alap kiírására Aktív időskor a V4-es országokban címmel. A projektbe három partner kapcsolódott be. Szlovákiából Dunaszerdahely városa, Csehországból Brünn, valamint Lengyelországból Łódzs városa. A projekt célja az időskor aktív eltöltésének elősegítése, hogy minél több idős rendelkezzen azokkal a lehetőségekkel és információkkal, amelyek segítségével aktív életet tud élni fizikai és szellemi értelemben. Napjainkban csak nem 1 milliárd 60 évnél idősebb ember él a Földön, ami az előrejelzések szerint 2050-re megduplázódik. Többségük pedig kénytelen lesz egyedül élni. A projekt keretében Dunaszerdahelyen a nyugdíjas klubban tartottak összejövetelt. Próbáltuk felmérni azt, hogy hogyan élik meg az aktív időskort, tehát milyen programokkal, hogyan töltik a napjaikot, esetleg kivel, vagy mik azok a lehetőségek, amelyeket esetleg szívesen látnának az elkövetkezendő időszakban. Nagyon jó ötletekkel jöttek az időskorúak, nagyon fontos vélemények hangzottak el, tehát ezeket a véleményeket feldolgozzuk, és mindenképpen nyilvánosságra hozzuk